Tovább folytatjuk a Maros megyei Kükülőpócsfalvát és környékét bemutató sorozatunkat. Ezúttal a sójáról híres Parajdot és Szovátát mutatjuk benézőinknek. Kükülőpócsfalváról egy órás autóút vezet Szovátára, Erdély egyik legszebb vidékére. Az itt található parajdi bányában a só kitermelése jelenleg gépesített formában történik. A bánya mélyére hosszú lépcsősoron átvezet az út. A kitermelt só helyén hatalmas csarnokok alakultak ki, melyek közül az egyiket megnyitották a látogatók és a gyógyulni vágyók számára. A bánya levegője száraz és tiszta, mivel a só magába szívja a nedvességet és megöli a kórokozókat. A hőmérséklete pedig egyenletes, ezáltal kiváló kezelési lehetőséget biztosít a légúti megbetegedésben szenvedők számára. A parajdi sóbánya nagy termelje a gyermekeknek igazi paradicsom. Mindenhol játék, kitűnő szórakozás, miközben nagyszerűen gyógyulhatnak. A teremben hatalmasra fújt játékok, pingpongasztalok és pihenőpadok nyújtanak gyógyító kikapcsolódást mindenkinek. No és hát a játék mellett nagyon jól megférít a pingpong, a tollas, a tenisz, a labdázás, tehát egyszerűen sportolni is lehet, és így is gyógyulhatnak a gyerekek. Nagyon jó. Jó beszívni ezt az itteni levegőt. A panelba lakunk, és ott elég száraz a levegő, úgyhogy biztos, hogy ez megelőzésnek nagyon jó lesz. Hajnal Csillag már szinte mindent kipróbált. Most is épp bátorságáról tanúskodik. Mászokázok. Félsz? Nem. Tetszik? Igen. Mit szeretnél még kipróbálni? A ugrálóvárat. A padlót alkotó só olyan, mintha márványból volna. A mennyezeten lévő rétegek pedig jól szemléltetik a só rétegek gyűrődéseit a felette lévő rétegek nyomása alatt. A kisgyermekes családok nagy élvezettel veszik birtokba a természet gyógyító erejét. Játszva gyógyulnak. És hát a vidám szórakozás mellé templomot is építettek a híveknek, ahol református, római katolikus és ortodox vallásúak jöhetnek el, itt szentmisét és istentiszteleteket egyaránt tartanak. A sóbarlangban található kis templom érdekessége még, hogy az oltár is sóból készült. Ezen a helyen gyakran rendeznek hangversenyeket is a látogatóknak. A mi feladatunk az, hogy bemutassuk ezt a csodálatos környéket. Ön szerint mi az az üzenet, ami megfogalmazható itt, ahol most éppen állunk? Bármerre lépünk, mindenhol érték és kincs van Erdélyben, tehát nem nagyon lehet néhány kilométerre hosszabb útvonalat úgy megtenni, hogy ne a történelembe vagy a természet kincseibe botoljunk. Tehát az üzenet az, hogy jönni kell, látogatni kell, használni kell, ahogy itt mondják, azokat a helyeket, amiket ők is szeretnek, és minden magyar, az anyaországi magyart is megfognak. Azon túl, hogy a betegek gyógyulnak, mindenkinek a közérzete javul, én is kezdek el álmosodni már, pedig csak egy jó órája vagy, még annyi sincs, hogy lent tartózkodni. A sóbányától néhány percre meglátogatható a környék másik nevezetessége, a medvetó. A szovátai medvetó partján állunk, és azt érdemes tudni a tóról, hogy egy földcsúszamlás következtében elzáródott a völgy, feltelt vízzel, és nagyon sós vize van a tónak. Egy ilyen heliotermikus hatás érvényesül, ami azt jelenti, hogy nagyon későre melegszik fel, és a tó vize tovább tartja a melegfokot, és a só koncentrációja nagyon nagy. Mivel egy kiterített medvebőrre hasonlít a tó, innen nyerte a nevét, hogy medvetónak nevezik, és így vált ismerté, hogy Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb kiterjedésű sós tava a szovátai medvetó. Érdemes ebben megmártózni is? Igen, valóban érdemes megmártózni. Június 15-től kezdődik a szezon, ami szeptember közepéig tart, jó esetben szeptember végéig, mivel most már október vége fele járunk, nem tanácsos a vízbe bemenni, mert a víznek a hőmérséklete lehűl, de a sós tartalma annál erősebbé válik, minél hűvösebb a víz. A medvetó őszi képe télen is kellemes látványt nyújt az ideérkezőknek. Érdemes hát ellátogatni a szovátai medence környékére, Marosvásárhelytől 60, Hajdúszoboszlótól pedig körülbelül 400 kilométerre, hiszen Erdély magával ragadó szépsége példanélküli a világon.